Závúj Krisztián szerint a játék... Ne! Ú, basszus, és leesett. A játék az eléggé leköti a... Mit? A figyelmünket. Microsoftnak a Live platformja külföldön már a játékok mellett televízió műsorokat, video on demandet is kínál. Az eszköz erre megfelelő, a platform erre megfelelő, a fizetési megoldás megvan, az előfizetők megvannak rá. Miért ne keverjük a két platformot? Bárki, aki tartalmat állít elő, vagy bármilyen figyelemre próbálja ösztökélni a közönségét, figyelembe kell vennie, hogy a játékipar bizony figyelmet von el. Azzal a színvonallal kell konkurálni. Azzal az idővel, azokkal az erős impulzusokkal kell konkurálniuk. Úgyhogy ha valaki csodálkozik, hogy miért nem nézik a műsoromat, miért nem nézik a weboldalamat, vagy miért nem fizetnek az én platformomon, akkor érdemes azért a játékok körül egy kicsit körülnézni, mert bizony elképzelhető, hogy ott történik valami, és ez nem csak a fiatalokra vonatkozik. A legintenzívebb online játékosok, egyébként a 30 és 40 közötti nők, ők játszanak a legtöbbet, és ők költenek a legtöbbet. Tehát ez egy nagyon-nagyon széles célcsoport, ez abszolút nem a tini fiúk területe, ahogy még mindig sokan gondolják. A 30 és 40 közötti középkorú nők, a tipikus játéka a Farmville, de igazából a Farmville az csak egy stílusnak a kiváló körbeírása. Sokaknak nem tetszik a Farmville, vagy éppen nem talál összhangot a játékossal. Nagyon sok hasonló gyűjtögetésre alapuló játék van, ahol tulajdonképpen egyszerű tevékenységeket kell végezni. Ezek nem ügyességi játékok, ezeket úgy hívják, hogy time management játékok, ahol szépen kezelni kell egyfajta bonyolult rendszert, ami lehet egy farm, de lehet egy város közlekedése is. Ami egyébként nagyon érdekes ebben az üzleti modellben, hogy általában a nagy online játékkészítők egy adott motorra nagyon sok típusú játékot tudnak felfűzni. Tehát lehet, hogy a Farmville motorján működik ugyanúgy a Cityville, ami egy kicsit más tematikájú, kicsit más grafikájú, de alapvetően ugyanazokat a mechanizmusokat figyelembe vévő játék. Tehát eléggé jól működik itt a egységes technológia használata különböző célcsoportokra vagy különböző felhasználó igényekre.